Jakab Róbert kisdorogi születésű lakos évekkel ezelőtt egy különleges, tradicionális hobbit választott magának. A bukovinai székely felmenőkkel rendelkező kopjafa készítő 10 évvel ezelőtt próbálta ki magát eme különleges kertelésben, tehetségét pedig valószínűleg anyai ágon a déd nagyapjától örökölhette, akit annó a falu ezermestereként tartottak számon. A bukovinai székely országos szövetsége évente megrendezte a néprajzi táborát, ez augusztus vége fele szokott lenni, akkor egy hét szabadságot mindig kivettem, oda mentem, ott ismerkedtem meg Isten igazából a kopjafa faragással, ott készült 2 kopjafa, ami most Bonyhádon a Székely parkban van, közösen készítettük azokat, akkor már megfogalmazódott bennem, hogy Kisdorogon is legyen egy székely emlékpark. A kopjafa állítás régi székely szokásra vezethető vissza. Temetéskor a koporsót 2 kopjafának nevezett rúdon vitték ki a temetőbe, és ezeket a sírhalom 2 végébe tűzték. Habár eredeti funkcióját elvesztette, ma is látni ilyen 3 széki református temetőkben. A társaink mellénk álltak, és sikerült ezt a parkot létrehozni. Ebben a parkban is van 5 kopjafa, amit én készítettem, illetve egy Csaba királyfi, ami szintén a néprajzi tábor keretein belül készült Szemcsuk István segítségével, akitől tanultam a legtöbbet a fafaragásról. Valamint szakirodalmakat is olvasgattam, szerszámokat beszereztem, kellenek hozzá kézi szerszámok, gyalutól kezdve a vésőig. 2019-ben álmuk valóra vált, és a településen felavatásra került egy majdnem 3-szög területű, körülbelül 120 négyzetméter székely emlékpark. Egy részét térkövezték, 2 oldalról járdán lehet megközelíteni, amely közül az egyik akadálymentesítve van. A parkban 2 pad, szép fák, növények találhatóak, helyet kapott a székelykapu, a bukovinát jelképező kopjafa, amelyet Ferenc István ácsmester készített. A fa feszület, valamint még 1 kopjafa pedig Jakab Róbert munkáját dicséri. A faragás reneszánszát éli, és mint nemzeti szimbólumot használják emlékhelyek megjelölésére. Most mindenféle emlékműnek állítanak kopjafát. Nagyon sok motivum van, ami régen nem volt, mert személyre készítették a kopjafát. Tehát le lehetett olvasni egy kopjafáról a temetőkbe, hogy ki volt ő. Például van olyan, hogy Molnár gomb, az azt jelenti, hogy Molnár volt a szakmája, vagy a buzogány van a tetején, az harcias jellemű, ha heggyel kezdődik, akkor vitéz volt, a nyakasságát, a székely kereszt, a fölvállalja a székelységét, azt jelenti. A szimbólumok, amelyek komoly ornamentikai értéket is képviselnek, nagyon sokfélék, és egy mintának számtalan változata fellelhető. A minta stilizálásával vagy cizellálásával a faragó egyénisége, alkotóképessége is kifejezésre jut. A bukovinai székelység a magyarság tudatának és a magyar kultúrához való töretlen ragaszkodásának köszönheti, hogy túlélt minden nehézséget.